Szerbiában tavaly kezdték meg a szakemberek a rókák és más vadon élő állatok immunizálását. A vakcinát húsgombócokba rejtik, és repülőgépekről szórják le az állatok élőhelyére. A program 5 évig fog tartani, legalább, de lehet, hogy tovább is, és tehát kétszer évente lesz csinálva. A repülőkből lesznek szóval a csalik, és ez tavasszal és ősszel lesz végrehajtva. Magyarország már szinte teljesen veszettségmentes. Az ottani szakemberek arra világítottak rá a tanácskozáson, hogy Magyarország számára is fontos, hogy a környező országokban szintén elérjék a mentességet. A Nyugat-Európa mentesített először, utána Ausztria, és gyakorlatilag Magyarország is ugye már elérte, viszont vannak olyan országok, ugye ez nem érték el, tehát ugye többek között Szerbia, Románia, és nyilván a magyarországi helyzet is akkor lesz ideális, hogyha a környező országok mentesítenek, tehát mindenféleképp cél, és nyilván majd, amikor Szerbia is eléri a mentességét, akkor célja lesz, hogy a őtet körülbelül egyéb országok is szintén mentesítsenek. A szakmai konferencián továbbá az is elhangzott, hogy Vajdaságban a kutyák mintegy 75%-át beoltatták veszettség ellen. A macskák esetében ez az arány valamivel kisebb.